kórokozó vagy táptalaj. Az általános vélekedés szerint a fertőző betegségeket kórokozók, bacillusok és vírusok okozzák. Ennek az elméletnek Louis Pasteur az atya, aki viszont a halálos ágyán ezt a vélekedést visszavonva azt mondta, hogy az emberi test belső környezetétől függ, hogy a baktériumok és vírusok okoznak-e betegséget. Ezt támasztotta alá dr. Robert Koch világhírű kutató, aki azt állította, hogy ha a kórokozók okoznák a betegségeket, akkor az egyedi kórokozókat egyrészt a betegség minden esetében meg kellene találni, másrészt soha nem lehetne megtalálni a betegségtől függetlenül. És ez nem így van. Tehát a kulcs a táptalaj. Ha valaki fogékonnyá válik például egy bakteriális fertőzésre, azt is mondhatjuk, hogy táptalajt, élőhelyet biztosít annak a bizonyos baktériumtörzsnek, amely szaporodni kezd, és veszélyezteti a szervezete egészségét. Például a tüszős mandulagyulladás baktériuma szinte kivétel nélkül minden egyes emberben megtalálható minden pillanatban, mégsem vagyunk folyamatosan betegek. Ugyanígy az agyhártyagyulladás baktériuma is, vagy a herpes vírus. Miért van az, hogy néha kijön a herpesz, néha nem? Hogyan volt lehetséges, hogy misszionárius orvosok és apácák évekig dolgoztak lepratelepeken úgy, hogy nem betegedtek meg? Okosabb dolognak tűnik tehát, hogy saját immunrendszerünk intézze el őket, mint hogy mindenáron ki akarnánk írtani minden vírust és baktériumot. Többek között ezért is érdemes odafigyelni az immunrendszerünk erősítésére.